A Start Nonprofit Kft. A megyei alapítású vállalkozások egyik legjelentősebb munkaadója. A vállalat szolgáltatásai széles skálán mozognak, értékét pedig az is emeli, hogy a nehezebb sorsú emberek keze alól piacképes, jó minőségű termékek kerülnek ki. Köszöntöm a stúdióban Balogh Zoltán vezérigazgatót, urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 30 éves múltra tekint vissza a vállalat. Egy kis multidézésre kérném, hogyan indult ez annak idején ez a cég? 30 évvel ezelőtt én nem gondoltam én is, hogy történelmi idők szemtanúi leszünk ebbe az elmúlt 3 évtizedbe. Ha visszatetszett említeni a kezdeteket, amikor tényleg néhány ember indult el országos szinten is, hiszen mi 8-ok voltunk az országban 1988-ban, amikor kezdtük. Egyáltalán ez az ötlet, hogy sérült, vagy valamilyen fogyatékkal élő, valamilyen betegséggel élő embereknek? Közismerten az én családom magába hordozta ezt a fajta tendenciát, és a feleségem, aki az Alapító Egyesületnek az elnöke, ő körülötte gyűltek össze a sorstársai, és az ő inspirációjuk volt az, hogy próbáljunk valami munkát, hasznosítható munkát keresni ezeknek az embereknek. És nem, így igaz. És akkor 8-ként indultunk el ebbe az országba, ma több mint 380 olyan munkáltatói szervezet van, aki jogosítványt szerzett ezeknek az embereknek a foglalkoztatására. 1988-89-ben néhány százalékuk rendelkezett munkaviszonya, ez egész pontosan 3-4% között volt. Ma 40% fölött van az úgynevezett megváltott munkaképességűek között, azoknak a száma, akik legális munkahelyen rendelkeznek. Mennyire volt könnyű vagy nehéz elfogadtatni a piacon ezt a fajta vállalkozást és egy ilyen típusú vállalkozásnak a termékeit vagy a szolgáltatásait? Nehéz évtizedek voltak, hiszen nem volt múlt, nem volt mire visszatekinteni, és azok, akik hasonlóan őszfejjel rendelkeznek már, mint én, azok tudják, hogy 1988-at megelőzően volt egy úgynevezett elutasításos módszer. 1988-tal kezdődően mindenkinek magának kellett megtalálni a sajátos piacát, de ez nem volt könnyű dolog. Rövid időn belül azt vettem észre, hogy nem a 8-ként indultunk el, hanem országos vezetőt választotta belőlem, és ma már közel 30 éve, ma már örökös elnökként próbálok bábáskodni mögött a mozgalom mögött, ami az elmúlt években tényleg eredményesen futott be, és egy komplex rendszer tudtunk a képzés becsatlakoztatásával, a munkahelyek feltalálásával, és ma Nyíregyházán több ilyen vállalkozás működik, mint akkor, amikor mi 30 évvel ezelőtt kezdtük, amely az országban akkor volt. Tehát akkoriban volt ugye a 90-es évek elején, a 90-es években a rendszerváltást követően a piacgazdaságra való átállás. Ez egyébként normál vállalkozások számára sem volt egy egyszerű dolog. A szociális szférába és a fogyatékos szférába kellett megtalálni a mozgásteret. Mi is volt a 90-es évek közepén, akár ebben a stúdióban is többször az akkoriakkal együtt jelentünk meg, hiszen a bolthálózatok olyan szinten a vidéki településeken leálltak, hogy egy szociális bolthálózatot kellett létrehozni. Akkor vezettük be először a 90-es évek második felébe azt a fajta önkormányzati támogatási rendszert, ahol a önkormányzat ezekben a boltokban levásárolható iskolaszereket, élelmiszereket vezetett be. Számos ilyen kezdeményezésünk volt, később kialakult a tankötelésskolú fogyatékos fiatalok képzése, akik normál iskolai képzésben az állapotok miatt nem tudtak részt venni. Olyan területekkel bővült a szolgáltatásunk, mint a nyíregyházi közérkeztetés jelentős része, amit még ma is csinálunk. A megye legnagyobb nyomdája a működtetésünkbe került. Az egészségügy területén olyan szolgáltatásokat tudtunk bevezetni, ami ma is nagyon közkedvelt az esélycentrumba. Azok a kétműszakos kezelések, aminek a túlnyomó többségében a vállalat dolgozói vesznek részt, és egyébként piaci és egyéb orvosi közreműködéssel bárki ezeken a kezeléseken részt vehet. Nagyon sokat tudtunk fejlődni, és ennek nem csak hazai tapasztalatai lettek. Nem sokára, néhány nap múlva egy újabb amerikai delegáció Kentucky Egyeteméről látogat el hozzánk, és azok a végzős hallgatók, akik ott a szociális munkás doktori iskolában
tanulnak, azok újra és újra eljönnek Magyarországra, hogy megnézzék azt a fajta munkafolyamatot, amit mi Szabolcs megyében, Magyarországon meg tudtunk honosítani. Van arra valamilyen adat, hogy ebben az eltelt 30 évben hány embernek segítettek azzal, hogy munkához juttatták? Többször próbáltunk ennek neki futni. Hát odáig tudtunk eljutni, hogy valószínűleg több tízezer család az, akin segíteni tudtunk. És azért fogalmazok, hogy több tízezer család, hiszen ez alatt a három évtized alatt generáció, családi generáció dolgoztak, dolgoznak, tradíciók alakultak ki, itt Nyíregyházán is a startvállalatnál, és abban a rendszerben is, ahol a fogyatékos embereket kellett képezni, és már azért azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy aki ma nem talál ebben a rendszerben munkalehetőséget magának, az már nem biztos, hogy csak a környezetnek a hibája. Hogyan alakult a törvényi háttérhez alatt az elmúlt 30 év alatt, és a jogszabályi változásokra volt-e valamilyen befolyása az önök cég csoportjának, illetve a szövetségnek? Óriási változások, minden területen óriási változás. Az, hogy Nyíregyháza évekkel ezelőtt olyan elismerésben részesült, amit a fogyatékos barát városoknak adnak oda. Az, hogy ma nem fordulnak már vissza Nyíregyháza főterén vagy mellékutcáiba, ha valaki fehér bottal ütögeti a falat, vagy kerekesszékkel kér segítséget, vagy el szeretne utazni A pontból B pontba. És ez nem csak így van, azért ezt hallhatjuk az országos médiákban is, a metró közlekedés akadálymentesítésétől kezdődően, és nem csak a fizikai, hanem a kommunikációs akadálymentesítés, a jeltolmácsolásról kezdődően. Nagyon sok sikerembert is lehetne megjelölni a fogyatékosok körében, a sportban, az oktatásban, azok, akik az úszásban, a vívásban innen nőttek ki, akik az esélyegyenlőség érvényesítésében komoly eredményeket tudtak elérni, a járműszerzési támogatástól kezdve a lakhatás megsegítésén keresztül. Az akadálymentesítésnek hazánkban, nem csak Nyíregyházán, hazánkban, Európában is olyan kultusza lett, hogy lépcső helyett rámpákat, ami egyébként már nem csak a fogyatékos embernek segítség, nem csak a vaknak, a mozgássérültnek, hanem ami nagyon sokszor elhangzik, hogy kényelmi szempont is a babakocsisnak, a terhes anyukának, a kismamának, az időseknek. Vagy a törött lábúaknak. Vagy a törött lábúaknak, igen. Tehát egy olyan változás sikerült ez alatt, a 30 év alatt a szemléletben is hozni a parkírozóhelyek. Körbe lehet nézni Nyíregyházán is. A Tesco környékétől kezdve ma már nagyon ritka az, amikor egy mozgássérültek számára kijelölt parkolóban nem olyan gépjármű áll, ahol ki van téve a megkülönböztető jelzés. Ezt részben köszönjük, részben tovább is a szervezetek erre föl fogják hívni a figyelmet, hogy lehetőleg ne vonják el azot a lehetőséget, akinek nincs más közlekedésük. Én nagyon komolyan azt gondolom, hogy nem csak mi egészségesek tudunk segíteni azoknak, akik fogyatékkal vagy betegséggel élnek, hanem mi is nagyon sokat kapunk tőlük, ha más nem viszonyítási alapokat tudunk kapni, és motivációkat tudunk tőlük nyerni. Szemléletváltásról beszélt. Az, hogy a munkaerőpiacon ekkora átfordult a világ, ez milyen új lehetőségeket nyit a megváltozott munkaképességűek számára? Amiről beszélgettünk itt a mai felvétel során, az a néhány tucat sajátos vállalkozás, ami egyébként ma is szükséges is kell, hiszen azok, akik halmozottan sérültek, azoknak a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségük ma is korlátozott. Azok a nagy vállalkozások, amiket akár polgármester úrtól is hallhattunk itt a mai felvétel során, és nevesíthetnénk Nyíregyházán is néhány olyan nagy vállalkozást, akik már bizonyos területeken próbálkoznak arra, hogy a megváltozott munkaképességek, megmaradt munkaképességét hogyan hasznosítsák. Európában ezt már évekkel ezelőtt láthattuk. Nekem a legelső élmény, amikor a németországi Opel gyárban halmozottan sérült emberek raktak össze olyan alkatrészeket, amikkel aztán később autózunk. Igen, fokozott felügyelet kell, igen, ügyelni kell arra, hogy veszélyes helyekre ne menjenek be, igen, ügyelni kell arra, hogyha hibát követnek el, ezt korrigáljuk ki, de ez jelzi azt, hogy pici figyelmességgel komoly hozzáadott értéket lehet előállítani, és amit akár ebben a stúdióban is már nagyon sokszor mondtam, ezekből az állampolgárokból nem adó
fogyasztók, hanem adófizető állampolgárok lehetnek. Vezérigazgató úr, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és gratulálunk a sikerekhez. Köszönöm szépen, és örülök, hogy szót válthattunk.